Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Nos, ismételten elérkezett egy újabb nap, ami azt jelenti, hogy új renegát ládák várnak ránk, illetve hát új lovak, úgyhogy ne felejtjétek el, tökéletes alkalom arra, hogyha szeretnétek egy nagyon menő maszkot szerezni, illetve hát, hogyha szeretnétek rengeteg low XP-t, valamint ilyest bezsebelni. Na, de kezdjünk neki, nézzük, hogy hol vannak ezek a vasárnapi ládák. Az első ládánkat erre fogjuk találni. És akkor, ha már úgyis itt van Mia, hello teknős, hello, szia, szia. Indulhatunk is a második ládánkért. Ide egyébként lehet, hogy érdemes egy kis szörnyriasztót hozni. Hello teknős! És akkor indulhatunk is a harmadik ládánkért, ami nem lesz nagyon messze. A negyedik, egyben utolsó előtti ládánkat pedig kifejezetten Fear Groove mellett fogjuk találni, úgyhogy indulás is. Ah.
És akkor jött az ötödik, egyben utolsó ládánk a mai napra. Ezzel a ládákkal meg is vagyunk, úgyhogy térjünk is rá a lovakra. Nos, megyünk is az első lóért. Ne feledjétek, nem éri meg hazateleportálni, hiszen akkor a ló nem fog titeket követni, és vissza kell jönnötök érte ide. Úgyhogy most nagyon gyors az a szaladás. Teknősnek igyekszek ma is sok állatot hozni, úgyhogy menjünk is a második lóért. Illetve ha már itt vagyunk, akkor kellemeset a hasznossal, hozzuk el a harmadik lovat is. És akkor indulhatunk a negyedik, azaz az utolsó lóért a mai nap. Azaz. És hát nem maradt más hátra, vissza kell vinnünk őket a farmra, úgyhogy indulás.
Hello teknős, ma is hoztam neked új lovakat, meg barátokat, meg mindent. Jó legyél teknős, vigyázz magadra! Hát ez nem volt itt még tegnap, meg azelőtt, meg ilyenek. Természetesen a mai nap is aranyat, nyári zsetonokat, szörnyriasztót, terelőcsemegét, valamint renegát kulcsot kaphattunk a ládákból, a lovakért pedig ugyanúgy 90 JS-t és 300 Lux XP-t, valamint 5 darab nyári zsetont kaptunk darabonként. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, bízok benne, hogy legközelebb találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok!